Hello, rossz, sziasztok, Sirius vagyok? ez pedig nem más, mint a The Incredible Adventures of Van Helsing 2 GameStar Online videó tesztje. A játék a teszt ideje alatt valahol a béta és a végleges verzió között, tehát hiányzott még ez az egy-két tárgy neve esetleg nem volt meg, azonban már egyértelműen látszódott, hogy minden szempontból többről van szó, mint az első rész esetében volt. Történt tekintetében kiderül, hogy egy gonosz legyőzése sajnos nem minden esetben megoldása problémákra, Bizonyos szituációban csak helyet biztosít más gonoszoknak az érvényesülésre. Az őrült professzor legyőzése után egy Harker nevű tábornok próbálja magához ragadni a hatalmat, illetve felszámolni az ellenállást, aminek ugye mi vagyunk a vezetői. Ezen kívül előkerül egy érdekes karakter is, Prisoner Seven néven, aki nem egyértelműen az ellenségünk, ugyanis Harker tábornok csapatai ellen dolgozik, azonban nem tudjuk pontosan mik az indítékai, mi a célja, és hogy egyáltalán hogy is kéne hozzá viszonyulni. Picit mindig tartunk a második részektől, főleg, hogyha a trilógiáról van szó, szóval és jelen esetünkben ugye ez a helyzet, de semmi ok, a történet sokkal összetettebb, mint az első részben, a küldetések izgalmasak, és a humor is nagyon jól el lett találva. A történeti dolog, de a tartalom terén is megfigyelte ugyanez a fejlődés. Az előző résznek fel lehetett róni, hogy nem volt benne olyan sok fegyver, azonban ezek száma megtiszereződött, a oké megduplázódott, úgyhogy lesz bőven válogatni. Szörnyekből is lényegesen többen futhatunk össze, és bizony új skillek is érkeztek, nem csak nekünk, de a mostantól mindig velünk tartó Katarinának is. A látványos gótikus steampunk stílus Épült városok, a bejárt hágók, a felfedezett barlangok, látványvilága egy igazán magával ragadó hangulatot kelt, amit a játék zenéje Tökéletesen alátámaszt. Ezt a hangulatot egyébként mindenki a számára megfelelő nehézségi szint mellett élvezheti, ugyanis a hardcore mód mellett öt különböző szintet találunk a játékban, ezek közül a legnehezebb, a fearless, már igazán komoly kihívások elé állítja a próbálkozókat. Ezeken kívül az első részhez hasonlóan most is megtalálható a Tower Defense-szerű játék, azonban most már nem kötelező elemként, hanem kipróbálható lehetőségként. Ez mind szép és jó, de természetesen lehetne még itt-ott javítani a játékot. Például a látványos átvezető videókat, amik... A helyet bekerült költséghatékonyabb verziók is ellátják végül is a feladatot, azonban lehetne ezt látványosabban is csinálni, illetve a játékmeneten is lehet még itt ott csiszolni azért. A Neocore eddigi hozzáállását figyelembe véve valószínűleg mindent meg fognak tenni, hogy ezeket, valamint az esetleg bemaradó bugokat a lehető leghamarabb kiavítsák, ha nem formájában, akkor a következő részre. Nálunk 8,7-et ért el a 10-es de próbáljátok ki és döntsétek el ti, hogy nektek mennyire tetszik. Ennyire lett volna mára? Köszönöm a figyelmet, sziasztok!